Hogyan lesz az egykori harcostársból, a romlatlan, bátor és tisztabeszédű Orbán Viktorból gyarló miniszterelnök? Ez a kérdés foglalkoztatja Iványi Gábort. A lelkész hiába keresztelte Orbán több gyermekét, és hiába nézett fel a rendszerváltó politikusra, most mégis gyászolja a miniszterelnököt. Iványi Gábor szerint Orbán Viktor a kárhozat útjára lépett, és most porig rombolja mindazt, amiért 20 évvel ezelőtt még küzdött. Iványi Gábor a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Akkor, amikor a nyert per után, ami hosszú évig tartott, az MTI is hírt adott róla, hogy majdnem 1 milliárd forint kap majd az egyház, akkor ön azt mondta pár nappal utána, hogy hát még a technikai számot sem kapták vissza, az egyházi státust sem kapták vissza, ez azóta változott már? Nem változott, ugye ez nem bánatpénz, ezt többször elmondtam, tehát nem arról van szó, hogy mert megsértettek bennünket, ennyit kell nekik fizetni, hanem ezek visszatartott pénzek, amelyeket azért nem adtak ide, mert nem ismerik el a mi egyházi státuszunkat, ebben például benne van ez a mindenki által ismert 1% is, és más összegek, de ebben semmiféle büntetéspénz nincsen. Tehát, na jó, de akkor, vagy és akkor mi lesz a folytatás? Tehát most az 1 milliárd az eddig oda nem adott, az elmúlt hát 12 óta oda nem adott. Nem itt helyesbítenem kell, mert két részletben ítélte meg Strasbourg az elmaradott pénzek visszafizetését. Ez 2013-tól zajlik ez a... Jó, tehát akkor 13-tól oda nem adott pénzeket kapják vissza, ez lesz egy közel 12-től oda nem adott pénzek, csak 13-ban kezdődött a per. A per maga, igen. Szóval... volt egy közbűső állomás, amikor egy ennél nagyobb összeget már ide adtak, az 1,2 milliárd forint volt, csak most zárult le a per, és míg az a 2012-13-14-es évekről szólt, ez a mostani, ez a 15-16-os évekről. Tehát a és akkor hogy lesz a folytatás? Tehát, hogy most akkor mindig bíróságra kell menni, ráadásul külföldre, hogy megkapják az elmúlt két évi önöknek járó, a bíróság által kimondottad önöknek járó pénzeket, vagy egyszer elindul az a folyamat, hogy akkor jó, akkor 2017 májusától, az SZIA bevallások időszakát, vagy nem tudom, valamihez köti a kormány, akkor most már odaadja azt a pénzt, ami korábban is járt az egyháznak. Hát van ugye legalább két megoldás, az egyik az, amit szintén el tudnék képzelni, hogy a kormány lemond, és akkor megváltoznak ezek a furcsa... Ja, hogy egy ilyen apró technikai lépés, hogy a kormány lemond. A kormány lemond, és akkor megkapjuk a pénzeket, státuszunkat azonnal helyreállítják, ugyanis 2013-ban szintén a Magyar Alkotmánybíróság is hozott egy döntés, hogy 2012. január 1-ével vissza kell a státuszunkat állítani. Ez egy jogerős döntés, amit azóta nem hajt végre a magyar kormány, és ugyanezt a döntést hozta most a Strasbourgi Bíróság is egyezménysértőnek találva azt, hogy a mi egyházi státuszunkat elvették, illetve nem óhajtják reparálni. És mondom, hogy ha valaki jogkövető és alkotmány követő módon jár el, akkor a mi státuszunk teljesen rendben van. A másik variáció az, hogy belátják, hogy nincs értelme ennek a dolognak, és nem gördítenek akadályt a tisztességes működésünk elé. Na most Gulyás Gergely azt nyilatkozta, hogy meg fogják fellebbezni ezt a döntést, de miután 150 millióval kevesebbet ítélt meg Strasbourg, mint amennyit az előző tárgyalásokon a szakemberek összejövetelein a magyar kormány elismert, nem tudom, hogy mi az, amit meg akarnak fellebbezni, ezzel viszont akár 9 hónapra is el lehet húzni a fizetést. Tehát itt még... És ez egyébként mit jelent az egyház életében? Hát ez nehézségeket jelent. Ugye megtanultunk az elmúlt években hitből élni. Furcsa egy egyház életében ez, hogy mindig hisszük, hogy tudjuk fizetéseket adni, és a legszükségesebb dolgokat ki tudjuk fizetni. És nincsen ez ellen se amúgy kifogásunk, de hát azért szívesebben gazdálkodnánk kiszámítható feltételek mellett, és semmi nem indokolja azt, hogy a bosszunk kívül, kicsinyességen kívül. Mondja el, hogy mi a baj önnel.
Én nem tudom, hát most nekem kéne bevallanom, hogy miért haragszanak rám. Igen, ez egy furcsa helyzet. Igen. De pont ugye idéztünk is a 168 órának adott interjújából, amiben azt mondja, hogy gyászolom őt, már mint a Orbán Viktort, és nehezen dolgozom fel, ami történt. De mi történt? Hát a gyermekeit keresztelt, ezt oly sokszor emlegetjük önnel kapcsolatosan. Az nyilván egy olyan viszony, amikor azt mondom, hogy hát szeretném, hogyha te vagy ön keresztelnéd meg a születendő, vagy éppen megszületett gyermekemet. Tehát jó viszonyban voltak, ez egészen biztos. Ha feltételezem, hogyha valaki, akkor ön azért valahogy sejti, hogy mi történhetett. Hát azzal, hogy megkeresztelünk valakit, az ugye nem egy mechanikus átváltozást eredményező dolog, tehát nem véletlen, hogy a keresztségnél a tanítás is ugyanúgy része ennek a folyamatnak, mert nem csak megkeresztelni, hanem tanítani is, hogy megtartsák mindazt, amit hát Jézus hátrahagyott. Na most én azt látom, hogy az egyik legnagyobb probléma azzal van, hogy ezt az utat, ezt a Jézusi utat nem tudják követni. Van egy másik út, amit itt Magyarországon keresztény útnak neveznek, de ennek a kettőnek semmi köze. Ez a Jézusi keskeny út és a magyarországi keresztény út nem találkozik, még sem is keresztezi egymást, tehát véletlenül se legyen egy olyan jel, ami a keresztre emlékeztet, és a mi konfliktusunknak a lényege kizárólag ez, hogy én el szoktam mondani, hogy mit jelent kereszténynek lenni a Biblia szerint, hogy hogyan kell a menekültekhez viszonyulni, hogyan kell az igazsághoz hozzáállni, hogyan kell tisztességesen bánni ellenfeleinkkel, hogyan kell a véleményszabadságot tiszteletben tartani, és egyáltalán a szónak, a becsületes és igaz szónak a kereteit meghatározni, és ebben nem tudunk egyformán látni. Hát nézze, az jó, de volt valami konkrét? Tehát ugye személyesen nem semmi. Hát ugye hajdan, amiben mi közel kerültünk egymáshoz, az volt, hogy a magyar rendszerváltás liberális oldalán összetalálkoztunk, ő egy darabig a Liberális Internacionálé alelnöke volt. Rendszerváltást akartunk, és szó nem volt arról, hogy csak a diktátorokat kell lecserélni, és egy hozzánk közel álló diktátorhajlamú személyre büszkék lehetünk. Majd mi a diktatúra ellen szövetkeztünk hajdan, és én e tekintetben nem változtam. Ő gyökeresen megváltozott ebben a dologban. Na jó, de az, hogy ő megváltozott, ön nem változott, állítja ön. Nyilván érdekes lenne meghallgatni, hogy erről a viszonyról és helyzetről mit állít Orbán Viktor. Na de az ebből következő, és hogy ön fogalmazott bosszú, az nem tudom, hogy mi miatt van. Bocsánat, itt engem valami közül megrázott az asztalon. Szóval a bosszút még mindig nem értem. Én se. Hát ez egy kicsinyes dolog, pláne egy politikustól ez elfogadhatatlan lenne, de ő mindenki ellen harcol, akivel hajdan egy oldalon volt, kivéve a szűk környezetét, amelyik vele sodródott abba az irányba, amit én mondjuk vallásos szavakkal kárhozatos iránynak tekintenék. Tehát az, hogy valaki rendszerváltó, alapvető emberi jogokért küzdő élharcosból olyan valakivé legyen, aki egyrészt megpróbálja visszaállítani a 70 évvel ezelőtti gyalázatos múltunkat, ennek mindenféle kültéri jeleivel és tankönyvben és egyéb helyeken megjelenő módjaival, és korlátozza mások alapvető szabadságjogait, és itt nem csak az én egyházam normális működéséről van szó, vagy azoknak az egyéb egyházaknak a sanyargatásáról, akik szintén hasonló a hajóban neveznek, mint mi, hanem a szabadság jogoknak és alapvető jogoknak egy egész sokasága. A másik dolog, amit megint csak nekem lelkipásztorként, ma élő lelkipásztorként tennem kell, nekem nem a múltban megjelent hatalmasokat kell bírálnom, nekem nem Heródest és a fáraót kell számon kérnem azért, hogy mit csináltak a szegény választott néppel, hanem a jelenlegi kisméretű fáraó utánzatoknak kell azt mondanom, hogy amit csinálnak, az bűnös, kározatos, embertelen, elfogadhatatlan. Ezt persze lehetne nagyon udvariasan madárnyelven is mondani, de én azt látom, hogy ebben az időszakban a
az ilyen sejmes beszédnek semmiféle értelme nincs, nevén kell nevezni a dolgot, ami lopás, lopás. Hatása nincsen már. Hát, mit, hogy nevén kell nevezni hát, a dolgot? Ami lopás, az lopás, ami erőszak, erőszak, ami tisztességtelen, tisztességtelen, ami antiszemitizmus az az. Hát most jöttem el ott a város utolsó házán, a Magyar József utca sarkán, Békás megyeren két hatalmas, szerintem még régi méretű hirdető tábla van, ami éppen Soros György, és nem tudom ki mások még szerepelnek együtt, ahol szidalmazva van ez az ember. Az ő szidalmazása az a régi 30-as, 40-es évek közötti időszaknak a képeit idézi fel, ahol szintén a gonosz gazdag emberek, zsidók jelentek meg, és sajnos ez a nép fertőzött, én joggal gyászolhatom őt, és aggódhatok a saját népem iránt, hogyan csúszunk megint abba a világba, aminek egyszer a szörnyűségeit már végigéltük, és aminek a romjait évtizedeken át kellett takarítani. A múlt világgal kapcsolatos az is, amit nem tudom, hogy miközben érkezett hozzánk, hallotta a hírekben magát az alaphírt, az egész biztos, ami ezzel kapcsolatosan friss késő esti, hogy Lehel László beismerte, hogy együttműködött az állambiztonsággal. A megtisztulást, az ilyen típusú, az egyházi személyek közötti megtisztulást azért elég régóta halogatja, azt hiszem, hogy halogatják maguk az egyházak. Példa értékű lenne pedig, hogyha maguk között ezt végigvinnék, és ki elmondaná, hogy mi történt. És hát a másik dolog, hogyha visszalépne vezető pozícióból, azt gondolom, hogy mindenre van bocsánat, de hát a következményekkel számolni kell, és a következtetéseket ebből le kell vonni. Szóval az nincs, hogy valaki együttműködött a 70-es, 80-as években, majd 2017-ben is, hasonlóképpen olyan típusú vezető pozíciót tölt be, amelynek révén megint kísértésbe eshet. Nem csak arról van szó, hogy zsarolható, hanem hogy azokon a szálakon, amelyek élnek, amelyek nem haltak meg, azon az ügynöki hálózaton továbbra is egy mozgatható, alkalmas emberi válik. És több ilyen személy van egyházaknál is, sajtóban is, politikusok között is. És azt gondolom, hogyha valakit föláll, fölteszi a kezét, és azt mondja, hogy lemondok mindenféle pozícióról, kertészkedem, vagy utcát söprök, vagy bármit, nem tudom, egyemet csinálok, de nem akarok vezető lenni, mert elrontottam valamit, ez lehetséges volna. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen.